Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Vidékre Podcast harmadik része. Akit érdekel a kertészkedés és a vidéki élet, annak ismerősen csenket Őri Barnabás neve, hiszen ő írta a 3 órás kert című könyvet, ami nagy segítség a kezdő, sőt a haladó kertészeknek is. Barnabásék 6 éve költöztek egy Nógrád megyei kis zsákfaluba. Gyermekkorát egy budapesti panellakásban töltötte, ahol már elkezdett érlelődni a gondolat a fejében, hogy egyszer majd vidéken szeretne élni, majd egy londoni kitérő után ez határozott céllá vált. Barnabás vidékre költözésének története következik, tarts velem! Ha nem szeretnél lemaradni a további részekről, iratkozz fel a csatornára, és ha tetszik az adás, nyomj egy lájkot. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Őri Barnabás vagyok, biokertész, és szerintem 6 éve élünk egy kis Nógrád megyei zsákfaluban, Bér nevű településen. Amennyire én tudom, te egy fővárosi panellakásból indultál el, sőt, éltél külföldön is, Angliában? Igen, mindkettő helyes. Hát 9 éves koromig laktunk panelben, utána költöztünk kertesházba, de mondjuk ilyen 20 éves koromig nem sok közöm volt így ilyen gyakorlati vidéki dolgokhoz, és érettségi után mentem ki egy évre Londonba. Nyilván nekem akkor ez nem egy ilyen megélhetési küldetés volt, hanem inkább kalandvágy, meg így, nem tudom, tapasztalatszerzés, meg új impulzusok. Úgyhogy akkor egy évet eltöltöttem Londonba, és akkor miután hazajöttem, hát egyébként nagy részt a londoni hatások miatt is döntöttem úgy, hogy akkor inkább valami természetközelibb hivatást keresek magamnak, és akkor így jött végül is a mezőgazdaság, kertészkedés, meg az ezzel kapcsolatos dolgok. Ezt tanultad is? Hát hivatalosan agrármérnök diplomám van a Gödöllői Egyetemen, de tehát az, amit a mindennapokban csinálok, annak nem sok köze van ahhoz, ami az egyetemi tanulmányaimat tartalmazta, úgyhogy ez eléggé más vonal már ilyen szempontból, de van egy ilyen agrárhátterem így a tanulmányokból is, de ugye azért itt az elmúlt most már nagyjából 10 évben ugye én meg inkább a kertészkedés irányába mentem el, és azon belül is ugye így a biokertészkedés meg az ökológiai szemléletű dolgok irányába. Mondtad, hogy London az erősített az elhatározásodba, hogy inkább csendesebb vidéken élnél, ez annyira nyüzsgő a város, tehát ez elől menekültél? Igen, nyilván ott ugye alapvetően budapesti vagyok, azért Budapest sem egy kisváros, ott is van nyüzsgés, meg nagy élet, ami egyébként tök jó bizonyos mértékig. Hát London az még nyilván, ott még van egy szorzó, még sokkal inger gazdagabb Budapesthez képest is. Hát igen, 10-11 hónap London után már ott úgy éreztem, hogy ez kicsit túl sok. Nyilván egyébként más koncentrációban ez egy tök jó dolog, de mondjuk nekem azért az úgy már túl sok volt így egy év után, és ezzel párhuzamosan egyébként elkezdtem így érdeklődni a természet iránt jobban, meg a mezőgazdaság iránt is, ami addig egyáltalán nem volt jellemző rám, meg nem is sok háttér van így a családból sem ilyen téren, tehát tényleg abszolút ilyen városi családból származom, úgyhogy ez ilyen 21-22 évesen kezdett el jobban foglalkoztatni, és hát bizonyos mértékig igen, ez a londoni kiruccanás is benne volt ebben, ez biztos, meg aztán nyilván sok más kis apró lépés vezetett oda, hogy végül is ennél kötöttem ki. Amikor eldöntöttétek, hogy elhagyjátok a fővárost, akkor milyen szempontok alapján kerestétek az új lakhelyeteket? Ugye több gazdaságban is dolgoztam, már így az egyetemi évek alatt is egyébként. Először csak gyakornokként, aztán pedig már az egyetemmel párhuzamosan egy biogazdaságot vezettem, és ez a Nógrád megyében, azon belül is a Cserhádban, egy kis településen, Herencsényben volt ez a gazdaság, és itt eltöltöttem nagyjából 2,5 évet, és akkor így megismertem ezt az eléggé elfeledett részét az országnak, és igazából nagyon meg is szerettem, tehát szerintem gyönyörű a Cserhát, meg tényleg így a természeti adottságai, meg az érintetlenség az tényleg magával tudja ragadni az embert, hogyha erre nyitott. Úgyhogy volt egy ilyen kis kitérőm, egy ilyen 2,5 évet eltöltöttem itt, és utána alapítottam meg a saját gazdaságomat, azt akkor Veresegyházon indítottam el,
egy bérelt földterületen, tehát akkor ott töltöttünk el pár évet, és akkor utána ért meg az a gondolat, hogy akkor legyen saját területünk, tehát addig nem is volt saját területünk, tehát már a gazdálkodásomnak az első 4-5 évét tulajdonképpen ugye így más gazdaságokban, utána meg bérelt területen töltöttem el, és akkor ilyen 4-5 év után jutottunk el oda, hogy akkor legyen saját terület, és akkor így folytassuk a gazdálkodást, és ugye itt a Herencsényi tapasztalat miatt tulajdonképpen már egyből itt a Cserhát környékén kezdtünk el nézelődni, és akkor így, hát közel egy évig nézelődtünk még így is, de találtunk ugye itt Béren, ez egy kis 300 fős zsákfalu, nagyjából 75 kilométerre a várostól, már Budapesttől, úgyhogy egyrészt teljesen érintetlen, másrészt pedig igazán mégiscsak közel van a város, az legalábbis belátható távolságban, és akkor végül is 6 éve itt kötöttünk ki, tehát ez volt 18-9. Többes számba fogalmazol, milyen felállásban költöztetek? Hát akkor még barátnőmmel, aki azóta már feleségem, és tehát akkor ketten költöztünk ide, meg azóta most már van egy kislányunk is, úgyhogy most hárman élünk itt. A terv tehát az volt, hogy ott gazdálkodni fogtok, és a termény eladásból éltek? Abszolút, igen. Tehát ahogy mondtam, ugye mire ide költöztünk, addigra én már 4-5 éve igazából teljes munkaidőben csak a gazdálkodással foglalkoztam, tehát ez volt a főbevételi forrásom. Ugye a feleségem a jogát oktatott elsősorban, még amikor ide költöztünk, még egy darabig ezt folytatta, aztán ez egy kicsit háttérbe szorult, ugye többet segített mondjuk itt, aztán meg ugye jött a gyermek is. Úgyhogy alapvetően igen, tehát hogy ez is volt a terv, de hát ugye ez már egy olyan terv volt, amit már akkor is végeztem. Ugye itt a zöldségtermesztés volt a fő irányvonal, és akkor, amikor ide költöztünk, akkor is folytattuk tovább a gazdálkodást, aztán most már ez maga az árutermelő része a gazdálkodásnak az háttérbe szorult, tehát nyilván továbbra is gazdálkodunk, kertészkedünk, de most már inkább csak, amit megtermelünk, az csak saját fogyasztásra megy, és ugye inkább ilyen oktatási, meg szemléletformáló, meg bemutató jelleggel tartjuk fönt a kertet. Igen, majd erről is beszélünk, mert ugye írtál egy könyvet 3 órás kert címmel, ez nagyon érdekes, és majd erre visszatérünk, de még így a faluról szeretnélek kérdezni, hogy picit mutasd be nekünk ezt a Bér nevű falut, mondtad, hogy zsák falu, tehát akkor nincs átmenő forgalom, mondom, nagyon nyugalom. Hogy fogadtak ott titeket a helyiek? Tehát milyen úgy a korösszetétele a falunak, vannak-e más fiatalok is ott, vagy inkább elmennek ők a fővárosba? Hát vegyes, tehát vannak azért fiatalok is nyilván, tehát most átlag életkort nem tudnék mondani, de valószínűleg az idősebb korosztály magasabb arányban képviselteti magát, tehát azért elég sok nyugdíjas van, meg idősebbek. Valamennyi fiatal is van, tehát még egy óvoda az például üzemel itt a falukban, hát iskola már nyilvánvalóan nincsen, de egy óvodányi gyerek még összejön innen, meg talán a szomszéd faluból. Egyébként mindenki nagyon kedves volt, nyitott volt a mai napig is, szinte mindenkivel jobban vagyunk, azt gondolom. Ugye alapvetően ez egy tótfalu, meg itt a környéken van több település is, ahol így erős tótgyökerek vannak. Nem mintha ez bármit jelentene, de... Pont ezt akartam kérdezni, az akkor mit Hát ez ugye a mi tapasztalatunkban annyit jelent, a mi személyes tapasztalatunk, hogy nagyon igazából kedvesek, meg segítőkészek az emberek. Ugye ez nem tudom, hogy most ez mennyire a tógyökereknek a sajátossága, vagy sem, de minden esetre nekünk pozitív tapasztalatunk van. Van kis hagyományőrző egyesület is egyébként, ugye így a szlovák vonalról. Ilyen kisebb közösségi élet, tehát azért nem mondom, hogy nagyon pezsgő élet nagy 300 fő zsákfaluban, de egy alapvetően kedvesek és aranyosak az emberek. Hát nyilván maga a település, meg így az infrastruktúrális ellátottság az elég fejletlen. Nyilván egyébként ez azért szerintem magáról a Cserhátról, meg talán Nógrád megye jelentős részéről is elmondható, hogy ez elég így a periférián van, aminek szerintem megvan az előnye és a hátránya is. Hát a hátránya az pont ez a kis elmaradottság, akár szolgáltatásokban, vagy infrastruktúrában. Az előny az meg az, hogy tényleg egy teljesen érintetlen környezet van, tehát ugye itt is, ahol mi élünk,
nem hogy ipar, de még az az intenzív mezőgazdaság is kevésbé van jelen, úgy szinte minden irányba erdőköveznek minket, tehát egy ilyen nagyon idilli környezet van, de hát ennek ugye nyilván megvan a másik oldala is, hogy kevesebb munkalehetőség, az ipar nincs jelen, ami kevesebb munkalehetőséget jelent egyik oldalról, másik oldalról, meg kevesebb szennyező forrást is, és hát nyilván mondjuk így azért kicsit elmaradottabb ez a vidék. Cserébe azért nincs annyira messze a város, vagy akár ugye vannak a közelben is ilyen kisebb városok, mint Hatvan vagy Pásztó, ahol el lehet érni különböző szolgáltatásokat vagy boltokat. Amikor erről ábrándoztatok, hogy majd a városból elköltöztök egy kis településre, nyilván volt valami a fejetekbe, hogy ez majd milyen lesz. Ott éltek most már 6 éve. Ez egyezik a tapasztalat, a gyakorlati tapasztalat azzal, mint ahogy elképzeltétek ezt a fajta életet, életmódot? Hát abszolút. Igen, ugye ahogy mondtam, ugye nekem már az ideköltözés előtt is volt ilyen jellegű tapasztalatom, és nyilván ez egy könnyebbség, hogy pont amiket elmondtam, hogy esetleg kevesebb munkalehetőség van, az nálunk nem egy fontos szempont, mert végül saját vállalkozást csináltunk, meg csinálunk most is. Hogyha valakinek nyilván ez egy fontos szempont, hogy ott helyben találjon munkát, akkor ez alapján kell keresni, hogy mondjuk olyan településeket nézni, ahol vannak elérhető munkahelyek, de ugye szerintem manapság már sokan úgy költöznek vidékre, hogy akár távmunkával, home office-ba tudnak dolgozni. Maga ez a vidéki élet, mondom, az meg már így valamennyire ismerős volt. Valamilyen szinten nyilván a gyermek születésével, meg így cseperedésével más szempontok előtérbe kerülnek. Tehát ez mondjuk sokat tud változtatni az embernek a szemléletén, meg az igényein, meg milyen szempontok lesznek fontosak. Ezt azért mi is érezzük, de ez nekünk akkor még nem volt fő szempont, most meg szerencsére bármennyire is ilyen kevésbé frekventált vidéken vagyunk, de van jó ovi, és talán még az általános iskola sem tűnik kilátástalannak, úgyhogy hát majd a középiskola tájéken lesz azért izgalmasabb, hogy ott ugye már ahhoz már tényleg eléggé vidéken vagyunk. Családi, baráti kapcsolataidra hogyan hatott ez, hogy te fizikálisan eltávolodtál tőlük? Érintett ez bármilyen szinten? Alapvetően nem érzem, hogy úgy nagyon negatívan. Tehát a családdal azért tartjuk a kapcsolatot, tehát szét van szórva ugye a család. Ráadásul ugye a feleségem Hódmezővásárhelyi, úgyhogy az ő családja van a legmesszebb, de azért relatív gyakran találkozunk velük is, nagyjából havonta egyszer, vagy megyünk, vagy ők jönnek. Ez megint így a gyerek kapcsán tud izgalmas lenni, ugye, hogy nincsen mindennapi segítség, tehát ez szerintem mindenképpen egy érdekes szempont. Vagy nyilván, hogyha a nagyszülőktől már, mint a gyerek nagyszüleitől ilyen távol vagyunk, akkor ott mindennapi segítségre ugye nem tudunk számítani. Szerintem ez lehet egy érdekes szempont, így a vidékre költözésnél akár. Minden családtaggal, barátokkal is szoktunk. Nekem a barátaim túlnyomó többsége egyébként gazdálkodik, tehát így elég hasonló életmódot élünk. Főszezonban mindenki nagyon elfoglalt, de ilyenkor is egy-két havonta azért próbálunk találkozni, és akkor télen mindenki egy kicsit jobban ráér. Úgyhogy alapvetően nem egy ilyen mindennapi, nem tudom, szoros szociális élet ez ilyen szempontból így a legközelebbi barátokkal, meg családtagokkal, de azért szoktunk találkozni gyakran. Vannak-e állataitok? Hát csak kutyák, egy macska. Úgyhogy ilyen haszonállatok nincsenek. Nem is terveztek? Igazából nem, tehát már így ilyen effektív állattartás szempontjából nem nagyon. Birkák voltak, akik csak füvet nyírtak, de most birkák sincsenek, úgyhogy hát annyira nem. Inkább így a növények vonalán mozgunk, ez az állattartás, ez egy más berendezkedést, meg más habitust, meg más odafigyelést igényel. Úgyhogy inkább a növényekkel vagyunk mi elfoglalva. 3 órás kert címmel írtál egy könyvet. Azt mondod, hogy heti 3 óra idő befektetéssel karban lehet tartani egy kertet annyira, hogy az teremjen is. Mi a titka? Nyilván nem részletekbe menően, de mik azok a legfontosabb dolgok, amiknek a betartásával ez kivitelezhető? Ugye nyilván azért itt már volt egy gazdálkodói tapasztalatom, és jött egy olyan ötlet, mivel volt erre igény, egy kicsit nagyobb méretben, egyébként maga a gazdálkodás is, amit mi végeztünk árutermelés szintjén, az is csak pár ezer négyzetméterre kell gondolni, tehát kifejezetten egy ilyen kis léptékű, de nagyon hatékony és intenzív zöldségtermesztési módszert alkalmaztunk, ugye már évek óta.
És tulajdonképpen ez a 3 órás kert, ez ennek a kicsinyített verziója volt, tehát nyilván ami árutermelő gazdálkodás szintjén jól működik, azt így lekicsinyítettük egy hobbikert szintjére, vagy egy önellátó kiskert szintjére, és akkor így bemutatva, hogy hogyan lehet tényleg hatékonyan termelni akár egy kiskerti léptékben is. Hát ami nagyon fontos, hogy nyilván már mire ezt a könyvet megírtam, meg azóta is még több tapasztalatot szereztem, tehát azért mint bármilyen más szakmánál vagy hobbinál, nyilván az ember úgy lesz egyre jobb, meg egyre ügyesebb, hogy csinálja, és azért bele kell fektetni időt, energiát, munkát, hogy tapasztalatot szerezzünk, tehát nyilván ez is egy fontos szempont. De ezen felül pedig maga a kertnek a megtervezése és kialakítása, az kulcskérdés, azt gondolom, erről is azért elég részletesen írok a könyvben. A legfontosabb alapanyag talán, ha így nevezhetem, amit használunk, az ugye a komposzt. Ilyen vastag komposzt réteges ágyásokban termelünk zöldségeket. Ugye ez maga a termőrétegnek, illetve a gyomokkal való küzdelemben is egy nagyon jó megoldásnak bizonyul. És hát nyilván, hogyha tényleg szeretnénk ezt hatékonyan végezni, főleg a mostani szeszélyes időjárásban, akkor egy megfelelő öntözés is szükséges, de egyébként nem kell itt ilyen milliós befektetésekre gondolni, tehát erről is írok a könyvben, tehát azért mai árakon is pár tízezer forintból egy nagyon-nagyon jól működő, akár teljesen automata kis csepegtetős rendszert össze lehet rakni, ha van egy kis műszaki érzékünk, magunknak is megcsinálhatjuk. Tehát ilyen sok ilyen apróságra érdemes odafigyelni, nyilván aztán ugye még jönnek a különböző növényvédelmi dolgok, de azért is jó egy zöldséges kert, mert rengeteg különböző növényfajt tudunk termeszteni, akár 40-50 különböző növényfaj lehet a kertünkben egy szezonban, és mindig lesznek, amit jobban megtámadnak a kártevők, viszont mindig lesz, ami jobban sikerül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már kezdőként is azért nagyon sok sikerélménnyel lehet gazdagodni, hogyha belevágunk így a kertészkedésben, nem kell hatalmas területen, meg hatalmas méretben ezt csinálni. Így ezeket a praktikákat követve egészen kis területen is sok sikerélményt, meg sok egészséges terményt elő lehet állítani. A mulcsozást nem említetted, csak a komposztálás. Te csinálod, alkalmazod ezt, hogy takarod a földet? Hát ugye itt ez egy speciális helyzet a komposzttal, mert ugye a komposzt az egyszerre válik a termőrétegünké, és egyszerre mulcsként is üzemel, mivel ugye jó minőségű, meg jól előállított komposzt az teljesen gyommagmentes, tehát abban gyomok nem lesznek, viszont az eredeti talajnak a felszínére terítjük ki, ezért is mondom, ugye tilos belerotálni, vagy beleszántani a talajba a komposztot, tehát az a pont, az a fontos, hogy a meglévő gyommentesre előkészített talajunkra terítjük ki egy vastag 10-15 centis rétegben ezt a komposztot, és az önmagában gyomelnyomó hatású lesz, másrészt pedig termő rétegként is alkalmazhatjuk. Úgyhogy én a komposzton felül nem használok más mulcsanyagokat, egyébként nyugodtan lehet nyilván használni. Ugye a mulcsnak mindig kettő haszna van, vagy hát ez a célja, hogy elnyomjuk a gyomokat, és hogy megtartsuk a nedvességet a talajban, de hát ezt nagyjából a komposzt is tudja, mivel ugye sokan szokták tapasztalni, vagy így kezdőként megijednek, hogy akkor a komposzt az ki tud száradni, de egyébként mindig mondom, hogy ha ott rendesen öntözve van a kert, akkor a komposztnak egyébként csak a felső 1-2 centie fog kiszáradni, de a komposztnak ugye nagyon-nagyon magas a szerves anyagtartalma, és ezért nagyon jól megtartja a nedvességet is. Úgyhogy én nem szoktam igazából plusz más jellegű mulcsot használni, de az is teljesen rendben van, ha valaki több mulcsal dolgozik, az valószínűleg annyi pluszt adhat hozzá, hogy még egy kicsit tudja csökkenteni az öntözés mennyiségét, tehát még jobban meg tudja tartani a nedvességét a talajnak. A tapasztalatod szerint egy vegyszerrel kezelt kertet, gyümölcsöst mennyi idő átállítani bio kerté, tehát ahol nem használsz ilyen kemikáliákat? Azért kérdezem, mert mi vettünk 3 évvel ezelőtt Somogy megyében egy kis kertet, évente többször volt permetezve, mindenféle gyönyörű, szép termő, gyümölcs, fa, bokor van a kertben, még mindig van, de ahogy mi átvettük, ugye elhagytuk a permetezést, és egyszerűen azt láttam, hogy így mennek tönkre a növények. Tudod, nincs, hogy nem kezeled, tehát valami akkor is kell, nem? Valami biológiai szer.
Hát ugye ez az ökológiai szemléletű kertészkedés, ez ilyen több lépcsős, tehát ugye egyrészt törekedhetünk arra, és érdemes is törekedni, hogy létrehozunk egy olyan élő kertet, amiben sok különböző hasznos élő szervezet meg tudja találni az életterét, és tud nekünk segíteni. Nem mondom, hogy ez önmagában megszünteti az összes problémánkat, de látványosan tudja javítani a helyzetet. Gondolok itt arra, létrehozhatunk vizes élőhelyet egy kis tóval, ültethetünk olyan cserjesort, ami kifejezetten mondjuk akár, hogyha nagyon tudatosak vagyunk, akkor ültethetünk csak őshonos növényeket, amiben lehet akár örökzöld, meg lombhullató is, aminek mindenféle bogyója terem, madárodukat rakhatunk ki, stb. Rovarhatát. Tehát létrehozhatunk olyan életteret, ami segíti a hasznos élőlényeket, de nem mondom, hogy ez minden meg fog oldani, de egyébként látványosan javulhat a mikrokörnyezetünknek az ökológiája. A következő lépés az meg mindenképpen az, hogyha ilyen akut problémák vannak, akkor ugye valamilyen mértékben azért illik beavatkozni, és hát amiket elmondtál, ugye főleg a gyümölcsnél egyébként ez mindig kritikusabb. Azért is jó egy kezdőnek szerintem a zöldség, mert általánosságban véve a sokkal kevesebb beavatkozást igényel, meg ugye ahogy mondtam, rengeteg különböző zöldségfélét tudunk termeszteni, különböző fajokat, ezek közül egyébként nagyon sok különböző növénycsaládba tartozik, ami pont azért fontos, mert különböző kártevőik is vannak, tehát ez azt jelenti, hogy az egyiknek lehet, hogy megjelenik egy kártevője, de sok másikat nem fog az bántani. Ugye a gyümölcsféléknél pont az a nehézség, hogy a termesztett gyümölcsféléknek a túlnyomó többsége az a rózsafélék családjába tartozik, tehát nagyon hasonló kártevők fogják károsítani őket. Maga a biogazdálkodás, biokertészkedés is már egy akkora iparág egyébként, hogy rengeteg különböző szer elérhető. Lehet, hogy egy kicsit jobban utána kell menni, vannak már cégek is, egyébként egyre több gazdabolt is, ahol ezek kaphatóak. Ugye ezek döntő többségében biológiai szerek, ami azt jelenti, hogy valamilyen hasznos élőszervezet van benne, ami kifejezetten arra a kártevőre lesz hatékony, amivel problémánk van, ugye lehet különböző, ami egy ilyen elterjedt, a nimolaj alapú készítmények, narancsolaj alapú készítmények, és még amit a biogazdálkodásban hivatalosan is egyébként engedélyezve van, és mondjuk megfelelő odafigyeléssel és megfelelő dózissal használható az a rézmek kéntartalmú készítmények, akár ugye lemosó permetezésnél is. Tehát maga a biokertészkedésbe, gazdálkodásba is, ez nem azt jelenti, hogy semmit nem csinálunk, hanem azt jelenti, hogy alapvetően magát a tápanyag utánpótlás mindenképpen szerves anyagokkal oldjuk meg, tehát semmiképpen sem műtrágyával, a növényvédelmet az pedig hát vagy csökkentett, vagy minimális kémiai szerekkel, mert ugye, ahogy mondtam, a réz meg a kén az még ide sorolható, rezet egyébként én egyáltalán nem használok, kén az nagyon ritkán előfordul, és ott is döntő többségében inkább vagy ilyen narancsolaj, nimolaj alapú, vagy különböző biológiai készítményeket használunk. Tehát inkább ez egy ilyen más szemlélet, de mindenképpen először is megpróbáljuk szerintem javítani a környezetet, a talajt, tehát olyan helyzetbe hozni a növényeket, meg tényleg életteret biztosítani ugye a hasznos élőszervezeteknek, amik egy kicsit segítik ezt az ökológiai szemléletet, és utána, amikor megjön egy probléma, akkor meg megpróbálunk különböző biomódszerekkel védekezni, amiből mondom már rengeteg van. Tehát azért ez a biokertészkedés meg gazdálkodás sem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, csak sokkal, sokkal kíméletesebben csináljuk, inkább szerintem ez azt jelenti. Mondtad, hogy most már más volumenben termesztitek a növényeket, nem eladásra, inkább csak saját felhasználásra. Milyen arányban sikerült az önellátást megvalósítanotok? Hát úgy alapvetően nekünk ez nem cél, tehát ez ennek megfelelően nem mondanám, hogy ez egy hatalmas százalék, tehát zöldségből szezonban nem vásárolunk szinte egyáltalán. A szezon az ugye ez a tavasztól mondjuk nagyjából karácsonyig, aztán ugye bejön az a téli időszak, amikor sokkal kevesebb zöldség van. Még van valami, amit betároltunk, ugye, vagy egy-egy télálló levélzöldség, ami terem, de akkor azért kevesebb. Hozzáteszem, hogy ugye már az, hogy kertészkedünk, annyi tudatossággal jár, hogy azért tehát sokkal inkább figyelünk arra, hogy szezonálisan étkezünk, tényleg azt fogyasztjuk, ami éppen terem. De hogy ez a teljes önellátás, vagy egyáltalán az erre való törekvés, az nem volt meg soha. Tehát nyilván így a kertészkedés, meg a gazdálkodás révén zöldségből azért rengeteg mindent megtermelünk magunknak, de az sem 100% szerintem, mondjuk azt mondanám, hogy 80. Nagyon sok mindent tartósítunk is. Gyümölcsből is elég sok minden van szezonban, főleg bogyós gyümölcsből, rengeteg bogyós gyümölcsünk van.
abból is sokat szoktunk fagyasztani, úgyhogy ugye zöldség-gyümölcs fronton egész jól állunk, hát ugye minden más lesz meg igazából, azt meg megvásárolunk. Még kenyeret sütünk magunknak, de hát nyilván a részlet nem mi állítjuk elő. Szerencsére itt tőlünk nem messze Pászton van egy biomalom, ott veszünk jó minőségű biolisztet, tehát magunknak sütünk így kenyeret, de mondta, nem is volt cél, és nem is állunk túl közel ahhoz, hogy ezt tényleges önellátásnak lehessen nevezni, de azért egy jelentős részét így a zöldséggyümölcsnek azt megtermeljük magunknak. Az előnyeiről már sokat beszéltél, de mit értékelsz a legnagyobb kihívásnak, nehézségnek ebben a vidéki létformában? Hát ez nyilván most a két végletet nézzük, egy tanyán, vagy egy nagyon pici zsáktelepülésen lakni, meg egy nagyvárosban, ugye most ha nézzünk két végletet, ami között szerintem még sok átmenet van, tehát ugye vannak azért közepes méretű falvak, meg kisebb városok is, tehát nyilván nagy különbségek vannak. Most ha nagyon leegyszerűsítjük, kevesebb emberrel találkozik az ember a mindennapokban, viszont valószínűleg azokat sokkal jobban ismeri, és lehet, hogy többet is fog velük beszélgetni. Ugye hát ez teljesen általános, én is nagyvárosi gyerek vagyok, tehát nem gyakran az ember, nem tudom, lakik egy panelben, a szomszédját sem ismeri egyébként, ez teljesen normális, ugye. Egy nagyvárosban, most itt egy 300 fős zsákfalukban meg mindenki ismer mindenkit szó szerint, tehát nem nagyon vannak olyan emberek, akikről nem tudod, hogy kicsoda. Tehát ugye egy egészen más ilyen társadalmi vagy szociális berendezkedés. Nem tudom most megmondani, hogy melyik a jobb vagy a rosszabb. Ami viszont a mindennapokban érezhető hátrány, azt gondolom, az inkább, hogyha valaki ennyire egy kis településen él, mint mi, vagy akár tanyán, az tényleg az, hogy a különböző szolgáltatások, boltok, nem tudom, akár bármilyen közszolgáltatás, vagy ilyesmi, ez nehezebben elérhető, vagy legalábbis utazni kell érte. Tehát ez mindenképpen egy ilyen más jellegű tervezést igényel. Ugye nem csak az van, hogy hiányzik a tejföl, és akkor leugrunk érte, hanem nem tudom, hetente jó esetben egyszer, maximum kétszer vásárolunk be akkor mindent, amit szeretnénk. Tehát kicsit máshogy tervez az ember. Nyilván egyébként azért én is sokat mozgom, tehát nem itt töltjük a teljes életünket, ugye munka miatt is azért szoktam mozogni. Egyszerűen más logisztika, azt gondolom, és hát amiről már beszéltünk, az lehet akár, hogy milyen oktatási intézmények elérhetők, akár kulturális programok, nyilván ezek mind a városhoz kötődnek. Hát szerintem ezek ilyen mindennapi dolgok, tehát nem tudok olyan nagyon extrát mondani. Talán még ami ilyen szempontból érdekes lehet, hogy sokan azért a városból máshogy képzelhetik el ezt a vidéki életet, mint ahogy az valójában van. Tehát ha valaki tényleg ezen gondolkozik, akkor érdemes minél többször több időt eltölteni vidéken valamilyen konstrukcióban, ha ezt meg tudjuk tenni. Nem csak úgy látatlanba venni egy ingatlant, aztán rájönni arra, hogy ez mégsem az, amire gondoltam. Mert azért mégiscsak a vidékre költözés az gyakran együtt jár, hogy a gazdálkodással legyen az árutermelő vagy önellátó. Ott is mindig azt szoktuk ajánlani, ugye már jó pár éve tartok így oktatásokat, hogy a létező legjobb dolog, ha az ember megteheti, hogy menjen el másik gazdaságba, próbálja ki, tanuljon, akár csak egy-két hónapra, akár fél évre, egy évre. Ezek a leghasznosabb tapasztalatok egyébként, és szerintem érdemes minél több ilyen tapasztalatot gyűjteni. Aztán meg le lehet vonni ezeket a konzekvenciákat, hogy mi az előnye, a hátránya egyiknek, másiknak. El tudod azt képzelni, hogy valaha visszaköltözöl a nagyvárosba, fővárosba, hátrahagyva ezt a gazdálkodói életet? Hát most nem látom ezt őszintén, de hát ugye elég fiatal vagyok még, tehát még nyáron leszek csak 33 éves, tehát azért nem menném kijelenteni, hogy soha nem alakulhat úgy az életem, hogy nem fogok városban élni, most nem ez a terv, most ezt nem látom. De hát ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Alapvetően azt gondolom, hogy tehát ehhez a szakmához, meg hivatáshoz mindig is lesz közöm. Az, hogy ezt majd mikor, milyen formátumban valósul meg, azt nyilván most ennyire előre nem láthatjuk, de alapvetően most azért inkább egy ilyen vidéki környezetben képzeljük el a belátható jövőnket, úgyhogy most alapvetően ezek a tervek.